Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Jézusunk, hogy vállaltad értünk a szenvedést, és amikor elérkezett az ideje, önként mentél a Szent Városba, kínos szenvedésed és halálod helyszínére. Segíts nekünk, hogy ne csak szánkkal magasztaljunk téged, és magasztaljuk szereteted nagyságát, hanem keresztedet vállalva kövessünk is téged. Amen. Virág vasárnap ünnepén hallgassuk meg először az ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 50. fejezet 4. versétől. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlóm, lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. A levélbeli szentigét pedig hallgassuk meg Pál apostolnak a Filippi gyülekezetnek írott leveléből, a 2. fejezet 5. versétől. Ezt írja Pál apostol. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért föl is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Okay.
város felé indult, kövesd és el ne hagyd. Szent a hét attól kísér, úgy nézd nagy kinyait. Hordozni a keresztet, téged is megtanít. Az Istennek báránya, lelkünknek jegyese, ím elmegy, mintha várná mennyegző öröme. Ó, gyertek és nézzétek Sion leányain, mint keltő vízből néki hószórút hordani. Most, mint király vonulsz be, olyang a népsereg, de kész uramatőr is, hogy fogjul helytsenek. Bonyt és szédalmat hallasz a tisztelet helyett, míg véres kereszt fádon leúnyod majd szemed. Nagy kinyaidra Jézus, könnyezve gondolok, e szent napokban hébresz bennem bűnbánatot. Öt sebed végasztaljon, ha én is szenvedek, s te boldogíts, ha majdan nyugodni térhetek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, virágvasárnap evangéliumi igéjét. Megírva találjuk Máté evangéliumában a 21. fejezet első versétől a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: mondjátok meg Sion leányának, ime, királyod jön hozzád, aki alázatos és szamár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, akik most otthon ülnek és a televízió képernyőjén próbálnak bekapcsolódni abba, remélem, hogy nagyon sokakat eléri kapcsolatba, amit a Kiskörös Televízió nyújt nekünk, hogy ezekben az ínséges időkben mégis, ha templomban nem is találkozhatunk, de így Isten szín előtt kiki a saját otthonában együtt lehet, és így figyelhetjük Isten igéjét. Virágvasárnap van, és virágvasárnap jól ismert történetét, bibliaolvasó, templomjáró emberek által jól ismert történetét hallottuk,
a bevonulás történetét. A történelem folyamán nagyon sok bevonulás történt már. Általában győztes hadseregek, császárok és királyok soha nem tudták kihagyni ezt az élményt, amikor a leigázott, legyőzött fővárosba bevonulhattak, vagy hazatértek egy győztes hadjáratból, ahol a otthoniak lelkesen fogadták őket. Mai napig, ha valaki elmegy Rómába, az olasz fővárosba, a Fórum Románum beálltánál megcsodálhatja Titus császár diadalívét, aki Krisztus után 79-től 81-ig volt a birodalom császára. A diadalív a zsidó háború emlékére állott, amikor Titus még hadvezér volt és nem volt császár. Ugye a zsidó háború Krisztus után 70-ben volt, amit a mi Úrunk Jézusunk meg is jövendölt, amikor ott ült az olajfák hegyének a lejtőjén, és megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. Amikor is ugye a római birodalom megelégelte a zsidók szabadságvágyát és folytonos lázongásait, egy hadjárattal, egy véres hadjárattal legyőzték az országot, szétszóratott a zsidóság, akkor elfoglalták Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, és azóta is ugye szorványban élnek a világ szinte minden országában a választott néphez tartozók. És ennek a háborúnak az emlékére állott Rómában a diadalív, Titus diadalíve, aminek az egyik oldalán egy dombor műven azt lehet látni, hogy római katonák cipelik a megszerzett zsákmányt, a jeruzsálemi templom kincseit, köztük például a hétágú gyertyatartót is, a menórát is, innen is lehet tudni, hogy ezt bizony onnan hozták el. De hát sok egyéb diadal bevonulás is volt, én is emlékszem egyre, én ceglédi gimnazista diák voltam, 1968-ban, 15 éves voltam, és emlékszem, amikor a ceglédi helyőrség katonái megérkeztek diadalmas, most nagyon idézőjelben mondom, diadalmas bevonulással Cegléd utcáin masíroztak. Honnan érkeztek? Az évszám fontos, 1968, amikor ugye lerohantuk a baráti testvéri Csehszlovákiát, mert ott már nagyon elegük lett az akkori rendszerből, és hát megsegítettük a testvéreket, elvtársakat, hogy nehogy ott győzzön az ellenállás, és ebben a magyar néphadsereg is részt vett. Kíváncsi lennék az résztvevő katonáknak, milyen emlékek maradtak meg mindenből. Én amire emlékszem, 15 évesen egy bevonulás Cegléd utcáin, ami azért nem volt olyan diadalmas. Nem akarom a példák sorát folytatni, ezek a bevonulások bizony mind arról szólnak, hogy mennyi vér, mennyi könny, mennyi szomorúság, mennyi kegyetlenség húzódott mögöttük, hiszen az ókori diadalmas bevonulások előtt rabszolgák seregement vitték, cipelték a megszerzett zsákmányt. Pusztításról, rombolásról, vérről, halálról, rabszolgasorsról szóltak ezek a bevonulások. És akkor most előttünk áll Jézus, aki ugyanúgy bevonul a fővárosba, Jeruzsálembe. Ugyanúgy? Dehogy is ugyanúgy. Hiszen itt minden furcsa, és semmi sem olyan, mint az előbb idézett diadalmas bevonulások. Ez egy gyökeresen más, de annak ellenére mégis diadalmas bevonulás. Mi az, ami más? Jézus nem egy hófehér paripán ül, nem leigázott rabszolgák serege megy előtte. Jézus egy szamáron ül, és ugye Kiskörösön tudni illik, hogy megy a juhász a szamáron, földig lóg a lába. Bizony, aki szamáron ül, az egyáltalán nem olyan dicsőséges dolog, hiszen a szamár egy hogy mondjam, humoros állat a hosszú füleivel, és egyáltalán nem ugyanazt jelenti, mint egy szép fehér paripán ülni. Jézus körül nincsenek páncélba öltözött katonák, nincsenek legyőzött rabszolgák, ott vannak viszont a tanítványai,
szedett-vedett népség, idézőjelben mondom, mezít láb talán, vagy saruba, poros a lábuk, ki elől megy, ki hátul megy, maguk sem nagyon tudnak talán mit kezdeni ezzel az eseménnyel. Hiányoznak a kincsek is, ennek ellenére mégis úgy fogadják Jézus, mint a diadalmas királyt. Ki özönlik a nép a házakból, az utcákra, felső ruháikat terítik le Jézus előtt, pálmaágakat lengetnek, és amit énekelnek, az is a diadalról szól, Hozsánna, a magasságban Hozsannát énekelnek. Furcsa és groteszk ez a bevonulás, de ne felejtsük el, hogy ennek a Jézusnak, aki így érkezik meg Jeruzsálembe, a születése is már sokat mondó volt, hiszen ugyan királyként, Isten fiaként született, de mégis egy akkori fogalmak szerint egy világvégi kisvárosban, Betlehemben látta meg a napvilágot, ott se valami elegáns úri helyen, pie puha ágyban, szolgák serege sem segítkezett Máriának, hogy segítsenek neki a gyermek megszületésénél, hanem egy istálló jutott neki, trágyaszaggal, büdössel, állatokkal. Hát nem egy ideális szülőszoba volt az a betlehemi istálló sem, de már az is önmagáért beszélt. Ahogyan Jézus első látogatói, akik kiskörösen úgy mondanánk pamodát vittek a megszülöttnek, a megszületett megváltónak, akkor leglenézettebb a társadalom perifériájára, a legszélére szorult egyszerű emberek voltak, pásztor emberek. A következő látogatók meg idegenek voltak, ha úgy tetszik, hiszen napkeletről jöttek. Mindennek jelentősége van Jézus életében. Minden arról szólt, hogy király született, de nem olyan király, amilyennek mi elképzeljük a földi uralkodókat, hadvezéreket és császárokat. És erről szól az ő jeruzsálemi bevonulása is, itt is prédikál minden részlet. Prédikál, ha úgy tetszik, a szamár, prédikálnak a tanítványok, akik ott kisebb-nagyobb csoportokban követik őt, az utcára kitóduló emberek, mindennek üzenete van. Mi ez az üzenet? Jézus jövetelének az alapja a kegyelem, és három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hiszen Jézus beteljesíti mindazokat, amit előtte több száz évvel a különböző proféták már megmondtak, hiszen Ézsaiás is, meg Zakariás is így beszéltek az ő, főleg Zakariás az ő érkezéséről. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül Szamár csikó hátán. Ha úgy tetszik, már a Szamár is a jövendőlés része volt. És itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a mindenható Isten, amit megígért, azt meg is tartotta. Jézus nem azért ül Szamárra, mert ő is jól ismerte ezeket a ószövetségi jövendőléseket, és hanem azért, mert beteljesítette azt, amit az ő atya megígért. Jézus egyfelől nem sodorják az események, hanem ő irányítja az eseményeket, ez egészen más is. És itt bizony arról van szó, hogy Isten szeretetének a jele a kegyelem, amellyel előkészítés megvalósítja Isten az ő bölcs terveinek a megvalósítását. Tehát először is ezt kell megjegyeznünk, Jézus azért érkezik meg ilyen módon a fővárosba, mert egy küldetést teljesít be, amit Isten megjövendölt. A jövetelének a következő üzenete, tartalma a váltságszerzés. Mert nem azért jön, hogy aztán fölüljön valami emberek által megálmodott trónusra, ugye a választott nép ebben bízott, hogy majd az ő megváltójuk, mármint ahogy ők elképzelték, majd fegyverbe hívja a férfiakat, és a hadsereg élére áll, és igazi földi értelemben vett király is lesz, és fölveszik a harcot a leigázó rómaiakkal, és újra az ország független és szabad lesz. Ők egy ilyen megváltóról álmodtak, de Jézus nem ilyen megváltónak jön, mégis váltságot szerez, hiszen meghalni jön, mert tudja,
Minden nap tudja, ahogyan múlnak a napok, a nagy hét napjai, hétfő, kedd és a többiek, hogy egyre közelebb kerül ahhoz, amit önként fog vállalni, ami nagy csütörtökön este kezdődik ott, amikor a Gecsemáné kertben lefogják őt, és mindent tud. Tudja, hogy várja már őt Pilátus és Kajafás, és mi fog történni majd pénteken reggel, és tudja, hogy már valahol ácsolják a keresztet is, amire majd fölfeszítik, és ő mégis megy, rendületlenül megy, előre nem szökik meg, nem bújik ki ez alól, mert tudja, hogy így ez az egyetlen útja, módja, hogy Isten megváltást szerezzen nekünk embereknek, hiszen valakinek a bűnök büntetését el kell hordoznia. Ha mi ránk mérnék Isten, mi belepusztulnánk a mi bűneink büntetésébe. Mi nem bírnánk ki ezeket a csapásokat. Mit tesz Isten az ő egyetlen fiára, aki az ártatlan bárány, ahogyan egyik kedves bőti énekünkben is énekeljük, Krisztus ártatlan bárány, aki soha senkinek nem vétett, aki mindenkinek csak segített, aki tanított, gyógyított, utat mutatott, enni adott, szeretett, ő hordozza el a mi bűneink büntetését. Mi emberek mindig a világot akarjuk megváltani, világ megváltó terveink vannak, pedig mi magunk szorulunk megváltásra. És ezt teljesíti be a mi Urunk, amikor elindul Jeruzsálemben a szenvedés útján. Minden erről szól nagy héten. Olyan megváltót adott nekünk Isten, ahogyan azt ő is gondolta. És ő az igazi megváltó. És nekünk, ha szeretnénk valóban a megváltás ajándékában részesülnünk, egyetlen lehetőségünk van mindezt megérteni és elfogadni. A harmadik pedig, ami az ő jövetelének a következménye, a benne hívők imádata. Ne féljünk kimondani a látszólag semmit mondó hírt, hogy ahol Jézus jelen van, ott megszűnik a céltalanság, ott vége az unalomnak, a kétségbeesésnek, az álnyugalomnak, mert ahol Jézus valóban belép az ember életébe, ott őszinte öröm és boldogság üt majd tanyát. Ott majd izzani kezd a levegő, ott majd valóban meg lehet beszélni problémákat, ott majd kezet lehet nyújtani a másik ember felé, ki lehet mondani ezt a sokszor nagyon nehezen kimondható szót, hogy bocsáss meg nekem, és ki lehet mondani azt is, hogy nem haragszom rád, megbocsátok neked. Mert Isten szeretetében születhet meg a mi feloldozásunk is, a mi bűnbocsánatunk is. Ezért, ahol Jézust befogadják az emberek, ahol Jézus megérkezik, legyen az egy ember szíve, vagy egy családi otthon, ott békesség lesz, és boldogság lesz, és gyökeres megújulás. Ezt akarja ajándékozni most is nekünk. És ezekben az ínséges időkben, amikor nem igazán tudunk mit kezdeni abban, azzal a helyzettel, amiben kerültünk, akár egyénileg, gondolok itt erre a járványhelyzetre, amitől mindannyian szenvedünk, és egyre nehezebben bírjuk, és egyre nehezebben bírjuk azért is, mert nem tudjuk, hogy hol van még az alagút vége. És a keresztény ember ilyenkor nem tehet más, mint imádkozik, és kihasználja ezt a bőti időt, hogy valamit is megértsen, mi lehet az Isten üzenetes szándéka mindazzal, amibe kerültünk, hiszen többségünk, mindannyian, egyikünk sem emlékszik még, hogy ilyen helyzet valaha is előállt volna az életünkben. És az embernek bizony keresztényként ilyenek is eszébe jutnak. Büntetés ez? Büntet minket az Isten? Vagy megpróbál talán a mindenható Isten? És ha komolyan végig gondoljuk ezt a büntetésre gondolva, bizony eszünkbe juthat az is, hogy hát bizony megérdemeljük. Megérdemeljük, mert évente sok százezer, sok millió magzati életet veszünk el, és még ezt jónak is találjuk. Megérdemeljük a büntetést is, hiszen Isten törvényeit rúgjuk föl akkor, amikor a házasság szentségét törjük össze, amikor családokat rombolunk szét, hogy ne érdemelnénk meg, amikor a világ és a magára oly büszke nyugati kereszténység éppen, hogy felszámolja önmagát és felszámolja
a Krisztus hitét, a gyökereit, a 2000 éves történelmét, hogy ne érdemelnénk meg a büntetést. Ezen is el kell gondolkodnunk. De azon is nyilvánvalóan, hogy azért próba is nyilvánvalóan mindaz, ami most rajtunk van. És a próba alatt az ember csak egyre gondolhat, vajon hogy fogom kibírni. Én azt gondolom, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy ez a kis lény, amit most koronavírusnak neveznek, ami talán nem is egy élő lény, a biológusok is vitatkoznak ezen. Ez a szabad szemmel láthatatlan ellenség, ez a csak elektromikroszkóppal tanulmányozható valami, térdre kényszerít most minket, térdre kényszeríti az egész emberiséget, a hatalmas embert, a nagy embert. Az, aki oly büszke magára, elért eredményeire, történelmére, kultúrájára, tudományára, mindarra, amit fölépített, létrehozott, akár szellemi, vagy akár fizikai értelemben. Most térdre kényszerülünk mindannyian, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk. És a térdre kényszerítés jó volna, ha Jézus Krisztus Urunk előtt történne meg. És virágvasárnappal kezdődő ünnepek sorozata erről is szól, hogy boruljunk le mi is ott a mi Urunk előtt. Térdeljünk le és fogadjuk előtt Urunknak és megváltunknak. Akár megvalva mindazt, amit megvalhatunk, bocsánatát kérve a mindenható Istennek mindazért, amit elrontottunk, és akár bízva abba, hogy tartson meg minket ezekben a nehéz időkben is. Isten segítsen mindannyiunkat, hogy így legyen a körülmények gátló hatása ellenére is igazi ünnepünk, igazi nagy hetünk, nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton és húsvétkor pedig örüljünk, még ha nehéz is lesz most, mert a gyülekezet közösségét talán nélkülözni fogjuk, de örüljünk annak, hogy él a mi Urunk és megváltunk. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, és hálát adunk azért, hogy mégis hallgathatunk téged, figyelhetünk rád. Köszönjük neked, hogy te jössz és megtartasz minket igéddel és szavaiddal. Légy áldott ezért, hogy nem maradsz néma akkor, amikor annyi ajtó zárul be körülöttünk, amikor annyi lehetőség szűnik meg az életünkben. Légy áldott azért, hogy most is ilyen módon is hallhattuk a te igédet, lehet igazi ünnepünk, és kérünk téged, hogy így áld meg a nagy hét minden napját, hogy megtaláljunk, meghalljunk téged, Urunk. Eléd visszük könyörgésünket, áld meg mindazokat, akik betegséggel küzdködnek és betegséget hordoznak, áld meg az orvosokat, a kutatókat, akik azon fáradoznak, hogy ezek a terhek könnyebben bűjenek a mi életünkben. Áld meg azokat, akik felelős döntéseket kell, hogy hozzanak, hogy veled együtt és rád figyelve hozzák meg döntéseiket. És segíts minket, Urunk, hogy amikor majd végére érünk ennek a nehéz időszaknak, boldogan magasztalhassunk téged, és valóban hálát adhassunk neked, mert te voltál az, aki bár a megérdemelt büntetést ránk mérted, de mégis fölemeltél, mert nem célod, hogy elveszünk, hanem az a célod, hogy megérkezzünk mindannyian hozzád. Légy az öregek, a betegek gyámolítója, de ne feledkezz meg a fiatalokról sem. Őrizd meg mindannyiunkat, és így hallgass meg minket, amikor most együtt a mi Urunk szavaival így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.